Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzitek a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb videóban is. Köszönöm szépen! És konkrétan ezt a sétát innen fogom elindítani, majd arrafelé fogok elindulni, tehát abba az irányba fogok elindulni, vissza Tihany felé, magába a falu felé, innen az erdőből. Hát ez a séta, ez konkrétan innen indul. Ez egy teljesen spontán videó tulajdonképpen, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a Tihanyi félszigeten. És akkor egy kis körültekintés, hogy tulajdonképpen honnan is indítom ezt a sétát. Hát, hogy láthassátok ezen a felvételen, tulajdonképpen egy erdő kellős közepén vagyok konkrétan, a Tihanyi félszigeten, méghozzá egy kis tisztáson vagyok, ahogy látható ezen a felvételen. Mert ahogy láthassátok a fejtőn, ez egy nagyon szép kis tisztás, ahonnan én ezt a sétát fogom indítani tulajdonképpen, és innen szépen vissza fogok sétálni egészen Tihanyig, a faluig, a belső tóig konkrétan. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor lassacskán el is indulok én ebben a sétával, innen a erdőből tulajdonképpen, erről a kis tisztásról, ahogy láthassátok ezen a felvételen, egy nagyon szép kis tisztáson vagyok, itt a Tihanyi félszigeten, az erdőben tulajdonképpen. És akkor innen fog indulni ez a kis séta, egészen a Tihanyi belső tóig. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor szépen lassacskán el is indulok arrafelé, abba az irányba fogok elindulni, és szépen visszasétálok egészen a Tihanyi belső tóig. És akkor még egy kis körültekintés, hogy honnan is indítom én ezt a sétát tulajdonképpen. Hát, hogy láthassátok ezen a felvételen, konkrétan egy erdőben vagyok, itt a Tihanyi félszigeten, konkrétan egy kis tisztáson, és ez a séta innen indul, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb videóban, köszönöm szépen! És akkor lassacskán el is indulok én ebben a sétával, innen a erdőből, szépen vissza a Tihanyi belső tóig, tartsatok velem! És akkor el is indulok arrafelé. És ahogy látható ezen a felvételen, én már el is indultam tulajdonképpen ebből a kis sétával. Hát ez nem lesz olyan túl hosszú séta, mert tényleg nem lesz túl hosszú séta, hiszen már benne vagyunk a délutánba, és ugye már úgy idő sincs igazándiból, hogy hosszabb sétát vigyek végbe itt a Tihanyi félszigeten, de mégis én úgy gondoltam, hogy ne maradjunk spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó nélkül, hiszen már nagyon rég rögzítettem ilyen videót, így hát úgy gondoltam ezen a szombati napon, hogy sétálok egyet itt a Tihanyi félszigeten. Amúgy, ahogy nagyon jól tudjátok, hogy nekem ez egy kedvenc kirándulóhelyem, tulajdonképpen a Tihanyi félsziget, hiszen már rengetegszer, rengeteg videómban elmondtam, hogy nekem a Tihanyi félsziget tulajdonképpen maga az örök szerelem, illetve maga a tényleg az a, fú, nagyon szeretem ezt a telehelyet, mert tényleg baromira szeretem ezt a helyet, mármint Tihanyt,
Tehát, hogy már elmondottam már több videómban is, ugye, már nem először vagyok itt Tihanyban, meg ugye nekem Tihany tulajdonképpen úgymond a szívem csücske, mert tényleg a szívem csücske maga a Tihany, úgy ámblokk az egész félsziget, és ugye most én úgy gondoltam, hogy ezen a szombat délutánon teszek egy sétát itt a Tihanyi félszigeten, és akkor én úgy gondoltam, ha már úgyis nálam van a kamera, akkor miért is ne készítenénk egy pár darab videót, és akkor itt is vagyunk az első gejzírkupnál, ahogy látható ezen a felvételen, az ott tulajdonképpen egy gejzírkup, ami ott látható. Amúgy a sárga sáv túraútvonalon vagyok, itt a Tihanyi félszigeten, de mivel hogy most ez nem egy túraútvonalas videó, így hát nem ezen a sárga túraútvonalon fogok mindvégig sétálni, nem ezen a sárga sáv túraútvonalon. Na meg egyébként is erről a sárga sáv túraútvonalról már van videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor itt vagyunk az első gejzírkupnál, ahogy látható ezen a felvételen. Hát az ott konkrétan az ott egy gejzírkup, ami ott látható, tehát az a tömb ottan. És így néz ki ennek a kis gejzírkupnak a közvetlen környezete, és ez is itt található a Tihanyi félszigeten, méghozzá a tanösvényen, illetve a sárga sáv túraútvonal mentén. És akkor így néz ki a közvetlen környezete ennek a kis gejzírkupnak, ami ott látható. És akkor én haladok is tovább ebben a sétával, itt a Tihanyi félszigeten, és mindjárt le is térek a sárga sáv túraútvonalról, hiszen ahogy mondottam, ez nem egy túraútvonalas videó, tehát ez egy teljesen random, spontán videó, és nem pedig egy túraútvonalas. És akkor itt van a gejzírkup ebből a szemszögből is nézve. Tehát láthassátok, hogy ez egy szép kis gejzírkup, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor haladok is tovább. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. És itt le is kanyarodok a sárga sáv túraútvonalról. Ma a sárga sáv túraútvonal az konkrétan arra felé folytatódik, és tart egészen a Tihanyi révig a sárga sáv túraútvonal, tehát abba az irányba. Ha abba az irányba folytatnám a sétámat, akkor szépen le tudnánk sétálni egészen a Tihanyi révig, mert az konkrétan arra felé van, és a sárga sáv túraútvonalnak konkrétan ott van a vége a Tihanyi révnél. Na de én most le is térek erről a sárga sáv túraútvonalról, és szépen letérek arra felé, és abba az irányba fogom folytatni az én kis sétámat. Rátérünk a tanösvényre, mert arra felé halad a tanösvény, és így hát én is arra felé fogok haladni. Tartsatok velem! És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten, és akkor már magam mögött is hagytam a sárga sáv túraútvonalat. Amúgy a sárga sáv túraútvonal itt a Tihanyi félszigetet teljes hosszában bejárja, északi déli irányba, konkrétan a Tihanyi félszigetnek a nyugati oldalán halad a sárga sáv túraútvonal, itt Tihanyban, de ahogy már mondottam az előzőjekben, erről én már korábban készítettem videókat, mármint a sárga sáv túraútvonalról, ami itt a Tihanyi félszigeten megtalálható. És akkor haladunk tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát ez egy teljesen random séta, teljesen random videóval egybekötve. Hát lányok és fiúk, akkor szépen haladunk előre felé. És mindjárt jön is a második gejzírkupunk, amit így a videón keresztül meg fogok néktek mutatni. Hát itt a Tihanyi félszigeten jó pár darab gejzírkup megtalálható, mert tényleg jó pár darab megtalálható, mert jó pár darab gejzírkup van itt a Tihanyi félszigeten. És ez már mindjárt a második, amit mindjárt mutatni fogok néktek ebben a videóban. Tehát ez már a második gejzírkupunk lesz,
amit mindjárt pillanatokon belül meg is fogtok látni, hiszen már itt is van mellettem, illetve most már előttem, tehát konkrétan ott látható, ez egy újabb gejzír kúp. Ezt így közelebbről meg is mutatom néktek. Hát ez egy kicsivel nagyobb gejzír kúp, mint az előző volt. Tehát ez egy kicsivel nagyobb gejzír kúp, ahogy látható ezen a felvételen. Ezt nézzétek. Egy szép nagy gejzír kúp látható itt a felvételen. És ez már a második ebben a videóban, amit megmutatok néktek. Tehát ez már a második gejzír kúp. Hát itt a Tihanyi félszigeten jó pár darab ilyen és ehhez hasonló gejzír kúp található. És a leglátványosabb mind közül az aranyház, tehát az a legnagyobb és a leglátványosabb gejzír kúp itt a Tihanyi félszigeten, maga az aranyház. A háttérben pedig gyülekeznek a viharfelhők, tehát ott a háttérben konkrétan a viharfelhők gyülekeznek. Hát bízok benne, hogy addig nem fog neki eredni, amíg nem érek vissza Tihanyba. És akkor itt egy újabb gejzír kúp, ahogy látható ezen a felvételen. Ez is egy nagyon szép kis gejzírkúp, és ez nagyobb, mint az előző, amit előzőleg mutattam. Tehát azért ez egy nagyobb gejzírkúp, ahogy látható ezen a felvételen. És ennek pedig így néz ki a közvetlen környezete, ennek a gejzírkúpnak íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezete, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát íme, így néz ki a közvetlen környezete ennek a gejzír kupnak, amit mindjárt még meg is mutatok nektek. Még egy utolsó pillantást rávetünk erre az újabb gejzír kupra, ami konkrétan itt van előttem, és most már ti is láthassátok, hogy itt van előttem egy újabb gejzír kup. Hát jó pár darab ilyen található itt a Tihanyi félszigeten, tehát jó pár darab ilyen gejzír kup megtalálható itt a Tihanyi félszigeten konkrétan. És ez pedig már a második, amit mutatok ebben a videóban, ami így néz ki. Hát ez is egy eléggé látványos gejzír kup tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen. Íme. És ott a háttérben pedig gyülekeznek a viharfelhők. Hát bízok benne, hogy addig kibírja, amíg nem érek vissza Tihanyba. Azért nem szeretnénk bőrigázni. És akkor így néz ki a közvetlen környezete ennek a újabb gejzírkupnak. Hát ez is itt található tulajdonképpen az erdőben, egy tisztáson, mint ámblok mindegyik gejzírkup. Mindegyik gejzírkup itt a Tihanyi félszigeten egy tisztáson található az erdőben, ahogy mondottam, több is van. És akkor haladok tovább ebben a sétával természetesen. Ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni. Akkor egy kis visszatekintés, mármint a gejzír kupra. Akkor egy kis visszatekintés. Íme, ott látható egy gejzír kup. Tehát az is egy gejzír kup, ami ott látható ezen a felvételen. És akkor haladok is tovább ebben a sétával természetesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor folytatom tovább a sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Ahogy mondottam már ebben a videóban, nekem ugye Tihany tulajdonképpen a szívem csücske, mert tényleg nekem Tihany a szívem csücske, és konkrétan részemről örök szerelem, tehát nekem Tihany az örök szerelem tulajdonképpen. De hát ezt ugye elmondtam már jó pár darab videómban, amit itt rögzítettem a Tihanyi félszigeten. És akkor szépen haladok tovább ebben a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen ereszkedünk lefelé, mert most éppen lefelé ereszkedünk. Mert most éppen lefelé ereszkedünk, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább, természetesen ebből a sétával, itt a Tihanyi félszigeten. És akkor szépen haladok előrefelé.
Ugye már több alkalommal jártam itt Tihanyban, tehát már rengetegszer voltam itt, és jó pár darab videó van a csatornámon, ami itt a Tihanyi félszigeten készült. Tehát jó pár darab videót megtalálható az én kis YouTube csatornámon, amit itt a Tihanyi félszigeten készítettem. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát mi volt, szombat délután van, így hát túl hosszú séta ez már nem lesz. Tehát tényleg van túl hosszú sétát, már nem tudok végbe vinni. Csak hát én úgy vagyok vele, ha már úgyis nálam van a kamera, akkor már azért némi videót is rögzítsek. Attól függetlenül, hogy én már több alkalommal rögzítettem itt videót, itt a Tihanyi félszigeten. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor itt egy erdei útkereszteződés, mi szépen haladunk tovább egyenesen. Na, jányok és fiúk, akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is. Akkor egy kis körültekintés, ahogy látható, itt vagyok egy erdei útkereszteződésben, abba az irányba is halad egy út, meg ugye a másik irányba is természetesen. Én ugye abból az irányból jövök, tehát én abból az irányból jövök, és akkor itt van egy újabb út, ugye ez a másik irány, abba az irányba halad tovább a tanösvény, tehát abba az irányba halad tovább a tanösvény, de én most itt letérek róla, mármint a tanösvényről, hiszen erről a szakaszról én már korábban készítettem videókat, tehát erről a szakaszról, ami itt látható ezen a felvételen. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább arra felé. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. Csak éppen letértem a tanösvényről. És most tulajdonképpen egy jelöletlen úton sétálok, mert tényleg ez egy jelöletlen út, ahol most éppen sétálok, de mivel, hogy már nem először járok itt, így hát pontosan tudom, hogy ez az út tulajdonképpen hova is vezet, hiszen már nem először járok itten, már nem is tudom, hogy hanyadik alkalommal, sokadik alkalommal, maradjunk ennyiben, tehát már rengetegszer jártam itten, így hát pontosan tudom, hogy ez az út hova is fog tulajdonképpen vezetni. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, itt a Tihanyi félszigeten. Amúgy ez egy lovas ösvény, ahogy elnézem, mert rengeteg patanyom van, tehát rengeteg patanyomot látok, tehát itt rendszeresen lovagolnak ezen az ösvényen, mert tényleg rengeteg a patanyom, tehát ez egy lovagló ösvény, ahol most éppen sétálok. Így hát előfordulhat az is, hogy szemből vagy éppen mögülem lovasok fognak jönni, hiszen itt lehet látni, hogy rengeteg patanyom van, mert rengeteg patanyom van, tehát itt több mint valószínű, hogy rendszeresen lovagolnak erre felé. Így hát bármikor elképzelhető az, hogy vagy szemből vagy éppen mögülem lovasok fognak feltűnni. És akkor szépen haladok tovább ezen a ösvényen, itt a Tihanyi félszigeten. Amúgy, ahogy már mondottam, ugye több alkalommal jártam már itten, tehát pontosan tudom, hogy ez az út hova fog végül is vezetni. Hát nekem pont jó irányba vezet, mert végül is a belső tóhoz el fogok jutni simán, hogyha ezen az úton haladok. Mert tényleg simán el fogok jutni a belső tóhoz, ami eléggé keservesen néz most ki, ugye az aszályos nyárból kifolyólag, de hát erről ugye már készítettem videót, nézzétek meg majd azt a videót is, amit a Tihanyi belső tóról készítettem, ugyanezen a napon, amikor ez a videó készült. Hát konkrétan
az egyel ezelőtti videót készítettem a Tihanyi belső tónál, hát ami eléggé rosszul néz ki, tehát rengeteg víz hiányzik belőle, tehát rengeteg víz hiányzik a Tihanyi belső tóból, de viszont nincsen kiszáradva, de viszont tény és való, hogy rengeteg víz hiányzik a Tihanyi belső tóból. De nézzétek meg ezt megelőző videót is, hiszen az ezt megelőző videót konkrétan pont a Tihanyi belső tóról készítettem, és annak jelenlegi állapotáról. Tehát azt nézzétek meg azt a videót is, ami konkrétan ezelőtt van. Tehát eléggé lesújtó és szomorú látvány, annyit azért már megmondok nektek. De nyilván már láttátok azt a videót, ha már ezt nézitek. Úgyhogy haladunk is előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. És lassan megérkezünk egy újabb gejzírkuphoz. Méghozzá a tölgyes gejzírkuphoz fogunk nem sokára megérkezni. Tehát konkrétan a tölgyes gejzírkuphoz fogok pillanatokon belül megérkezni. Hát azért az egy jóval nagyobb kup, mint amiket előzőleg mutattam néktek. Tehát azért az egy jóval nagyobb és látványosabb kup lesz majd. De hát ezt majd mindjárt látni fogjátok, hiszen pillanatokon belül oda fogok érni a tölgyes gejzírkuphoz. Tehát ahhoz mindjárt oda is fogok érni tulajdonképpen. Hát az is természetesen egy tisztásom van, tehát a tölgyes gejzírkup, tehát az is egy tisztásom van. Ez a tisztás már látható is ezen a felvételen. Hát íme lányok és fiúk, itt van ez a csodálatosan szép tisztás, és akkor mindjárt megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a tölgyes kup. Azért eléggé látványos kup lesz, és ráadásul nem is kicsi, tehát eléggé nagy is. Úgyhogy mindjárt mutatom is néktek, hogy hogy is néz ki a tölgyes kup, és hogy fordulok is jobbra. Ahogy láthassátok, ez a kup is egy szép tisztáson található. Hát íme, ott látható a tölgyes kup, tehát ott látható maga a tölgyes kup, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát így néz ki konkrétan maga a tölgyes kup, ami nyilván a rajta lévő tölgyfákról van elnevezve, mert a kupunak a tetején azért van 1-2-3 darab tölgyfa, és nyilván azért tölgyes gejzír kup, mert arról a 3 tölgyfáról van elnevezve, ami fönt található a kupnak a tetején. Hát íme, itt van egy újabb gejzír kup, ahogy látható ezen a felvételen, és ez egy jóval látványosabb, nagyobb gejzír kup, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát eléggé nagy, tehát egy jóval nagyobb gejzír kup, mint az előzőjek, ahogy látható ezen a felvételen, és így néz ki a közvetlen környezete ennek a gejzír kupnak. Hát ez is természetesen egy tisztáson található, éppen ugyanúgy, mint az előző kettő, amit mutattam néktek, csak azért ez jóval nagyobb és jóval látványosabb. Hát íme, egy újabb gejzírkup, méghozzá tölgyes gejzírkupot láthassátok ezen a felvételen. És így néz ki a közvetlen környezete neki, mármint a tölgyes gejzírkupnak. Tehát így néz ki a közvetlen környezete. Amúgy ez a tölgyes gejzírkup a Sárga kereszt túraútvonal mentén található, illetve a Tanösvény mentén. Ez a bizonyos tölgyes kup, itt a Tihanyi félszigeten. És akkor én szépen haladok is tovább ebből a sétával, méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat, itt a Tihanyi félszigeten. És akkor megmutatom néktek még így utoljára ezt a tölgyes kupot, hogy hogy is néz ki.
Hát íme, így néz ki a tölgyes kúp. Tehát az ott maga a tölgyes kúp, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki, tök szép amúgy. Tök jó néz ki ez a kúp, jó nagy. De nem ez a legnagyobb, hanem a aranyház. Arról is már több videót is készítettem, úgyhogy nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor így néz ki a tölgyes kupnak a közvetlen környezete. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezete a tölgyes kupnak, a tölgyes gejzír kupnak, ami konkrétan ott van, tehát az ott maga a gejzír kup, tehát az eléggé látványos, és akkor így néz ki a közvetlen környezete neki. És akkor én haladok is tovább arra felé ebből a sétával, tehát folytatom tovább az én kis sétámat, itt a Tihanyi félszigeten, és szépen haladok a belső tó irányába tulajdonképpen. Hát én úgy gondolom, hogy a mai sétám majd ott fog véget érni, a belső tónál, a Tihanyi belső tónál konkrétan, ami majd természetesen nem ebben a videóban lesz, hanem majd a következőben. És akkor itt egy újabb útelágazás. Mi a továbbiabban arra felé fogunk haladni, tehát abba az irányba fogok haladni, arra felé van a Tihanyi belső tó, tehát abba az irányba található a belső tó, de ugyanakkor arra felé is megközelíthető a belső tó, tehát arra felé is megközelíthető, arra felé halad a sárga keresztúra útvonal, egészen a Tihanyi Tihanyi posta autóbusz megálló helyig, tehát ott ér véget konkrétan a sárga keresztúra útvonal, de hát arról is már ugye korábban készítettem videókat, mármint a sárga keresztúra útvonalról, ami itt megtalálható a Tihanyi félszigeten, tehát arról is már korábban készítettem természetesen videókat, így hát azok a videók természetesen megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Tehát ha én most arrafelé elindulnánk gyalog, akkor konkrétan a Tihanyi postáig el tudnánk gyalogolni, ahol konkrétan van is egy busz megálló, és konkrétan ott ér véget a sárga keresztúra útvonal, ami konkrétan arra felé halad, de mivel, hogy erről az útszakaszról már van videó a csatornámon, így hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem haladok tovább ezen a jelöletlen úton, ami erre felé halad. Hát erre felé van konkrétan a Tihanyi belső tó, tehát abban az irányban van a Tihanyi belső tó, így hát arra felé fogok haladni. Csak egy kis visszatekintés. Egy kicsit visszatekintünk. Hát íme, kis visszatekintés, ahogy látható ezen a felvételen. Én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arról jövök, tehát onnan jövök, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok tovább arra felé. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Hát szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. És lassacskán le is fogom zárni ezt a videót, és egyelőre meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Természetesen én ezt a sétát fogom folytatni majd egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve
írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hamarosan én folytatom én ezt a sétát természetesen egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, az erdőből. Sziasztok!